Együttműködést kötött a Magyar Fallabda Szövetség, az EGRI Egyesület, valamint az Eszterházy Károly Egyetem. Így a 2020-21-es tanévben már 8 féle sportágban indul szakedzőképzés az intézményben. Az őszi szemeszterben az első olyan évfolyam kezdi meg tanulmányait, akik már a fallabda sportág edzői ismereteit tanulhatják. Ez az együttműködés az edzőképzésen jóval túlmutat, és számos egyéb lehetőséget tartogat még számunkra. Ilyen lehet például a kötelező testnevelés, nem sportszakos hallgatók számára az ott történő bekapcsolódás, aztán a dolgozói sport, emellett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok szervezése falabdasportákban, valamint nagyon nagy perspektívákat látunk a közös utánpótlás nevelésben. Az EGRI Fallabda Egyesület szakmai munkáját is segíti majd ez a partnerség, hiszen tavaly szeptembertől a Tinódi Tagiskola diákjainak mutatják be a fallabda sportágat, melyet céljuk az utánpótlás megszólítása. Hosszú távú stratégiai célunk az oktatásban minél több fiatal bevonása ebbe a sportba, és nagyon fontos, hogyha minél több fiatal bevonunk, akkor erre több edző, felkészült szakember szükséges az ő nevelésükre, és ennek egyik első állomása az edzőképzés, amit az egyetemmel indítunk. A hosszú távú tervek között szerepel akár egy akadémia vagy nemzetközi képzés beindítása, ehhez szolgál alapként ez az együttműködés. Ezzel az együttműködéssel tudjuk újra életre hívni a korábban teljesen elhalt edzőképzést, fallabda edzőképzést. Tehát a fő fókuszunk most jelen pillanatban ebben az együttműködésben az, hogy ezt a vonalat föléleszük, illetve megerősítsük. Van még számos elképzelésünk, hogy mire lehet használni, mire tudunk együtt dolgozni az egyetemmel, mint például egy élettani hatásokat kimutató tanulmánynak az elkészítésében, hogy a fallabda az milyen pozitív élettani hatásokat válthat ki azokból, akik ezt intenzíven vagy csak fél intenzíven játsszák. Az aláírást követően így már idén szeptembertől fallabda szakedzői képzésen is részt vehetnek a hallgatók az Eszterházy Károly Egyetemen.